Orbán Viktor a hétvégén a közmédián keresztül erősítette meg újra Magyarország álláspontját az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. A miniszterelnök itt elmondta, a 90-es évek végén kitört a háború Szerbia és az albánok között, 2015-ben a krími konfliktus zajlott hazánktól nem messze, most pedig a második orosz-ukrán háború folyik ezekben a napokban. Hazánk így nem áll tapasztalatok nélkül egy ilyen helyzetben. A korábbi években is az volt, és most is az Magyarország álláspontja, hogy a fegyveres harcokból ki kell maradni. Az erőfeszítéseket erre kell összpontosítani. Az interjúban elhangzott, mikor egy területen háborús helyzet alakul ki, akkor ideges, kapkodó, gyors lépéseket sürgető helyzet alakul ki. Nagyon fontos, hogy egy olyan ország, amely a háborús térséghez közel van, Magyarország az szomszédos ország, ott ez ne következzen be. Ezt úgy hívjuk, hogy stratégiai nyugalom. Most arra van szükség. Tehát óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől, átgondolatlan, esetleg népszerűnek hangzó, de átgondolatlan következményeikben fel nem mért követeléstől és kezdeményezéstől. Például az, amit a magyar baloldal kér, hogy küldjünk katonákat a háborús övezetbe, az nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség. Mint hogy azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe, hiszen szomszédos országban vagyunk, és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat. Orbán Viktor hozzátette, ezen az állásponton nem akarnak változtatni, de nem is tudnának, hiszen nincs olyan fegyver, amit nélkülözhetnének. A magyar hadseregnek minden eszközére szüksége van ahhoz, hogy fel tudjanak vonulni az ország keleti határainál, és ha kell, meg tudják védeni azokat. A miniszterelnök rávilágított arra, hogy a kormány meglátása szerint Magyarországnak hogyan kell kezelnie a szomszédban zajló válságot. Háború van. Tehát aki azt mondja, hogy ebben a háborúban nincs kockázat Magyarország számára, az nem mond igazat. Az a kérdés inkább, hogy ebben a háborús helyzetben rejlő kockázatot tudjuk-e felelősségteljesen kezelni. Megtaláljuk-e minden nap és minden órában azokat a jó döntéseket, amelyek csökkentik a veszélyt, és amelyek ahhoz segítenek hozzá bennünket, hogy kimaradjunk ebből a konfliktusból. Én ezzel kelek, ezzel fekszem. Minden órában ezzel foglalkozunk, hogy a döntést kell hozni, milyen döntés az, ami leginkább szolgálja a magyar érdekeket, mert Magyarország érdekei az elsők, Magyarország mindenek előtt. Tehát milyen döntéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy ki tudjunk maradni ebből a konfliktusból, és ne legyenek olyan szankciók sem, aminek eredményeképpen aztán a végén, ha ki is maradtunk a háborúból, de az árát azt velünk fizettetik meg. Ehhez a következő hetekben megfeszített figyelmet, összpontosítást és munkát kell végeznünk. Orbán Viktor elmondta, a brüsszeli tanácskozások alkalmával is világossá tette, hogy amilyen szankciókban az uniós országok egyetértenek, azt a magyar kormány is támogatni fogja, minden ezzel ellentétes hír dezinformáció. A hamis hírek eloszlatására nagy figyelmet kell fordítani, hiszen a modern háborúkban nagy súlya van az információs hadviselésnek is. Éppen ezért a magyar kormány felelős vezetői minél gyakrabban igyekeznek kommunikálni a lakossággal, hogy az emberek biztos támpontokat kapjanak.